Srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban, focis téma. Na, folytassuk a megemlékezést így a világbajnokságokról, Európa-bajnokságokról. Ezúttal a 2010-es VB-t néztem ki. Arról még nem volt videó, ugye? Arról még nem. Dél-Afrika rendezte a világbajnokságot. A történelem során, a futball történelem során először afrikai ország rendezett VB-t. De a FIFA ezt már korábban eldöntötte, hogy ez az esemény ez mindenképpen a fekete kontinensen lesz, mert hogy erre a világbajnokságra csak Afrikából pályáztak. Hogy a FIFA kitalálta ezt a rotációs rendszert, hogy akkor minden évben más földrész rendezhet világbajnokságot, és a 2010-es volt az, amelyiket Afrika kapta. Egyébként Afrika azóta se rendezett meg, 2014 Dél-Amerika, 18 meg Európa, 22 Ázsia, és akkor elvileg talán utána kéne jönnie megint Afrikának, de mondjuk lehet, hogy Ausztrália is úgy dönt, hogy rendezne egy világbajnokságot, akkor lehet, hogy ők még így beleteszik ebbe a körbe. Na most, a 2010-es VB-n, hogy kik voltak az esélyesek, ott volt egy Brazília, amely, hát tök mindegy mi van, ők mindig esélyesnek számítanak. Tehát ha az utcáról összeszednek egy válogatottat, olyan játékosokat, akik előtte csak mezitláb fociztak, akkor is ők indulnak az egyik esélyesként. Ott volt ugye, hát Argentina ilyen örök ígéret marad, ők is már jó régóta nem nyertek VB-t. Akkor már Messi egy sokkal kiforrottabb játékos volt, még esetleg rájuk is azért volt egy némi szansz. Ott volt ugye a címvédő Olaszország. Én amúgy nem gondoltam volna, hogy ők nyerik, tehát egy pillanatig, tehát meg se fordult a fejembe, hogy ők nyerik. És ha jól tudom, a csoportban ki is estek. Szóval ott voltak a franciák, akik mindenképpen szerettek volna bizonyítani a 2006-os VB szereplés után, ugye akkor döntőbe jutottak. Aztán Spanyolország Európa bajnokként vett részt az eseményen. Tehát ott is azért meg volt, az ott igazából talán a spanyol arany generáció, tehát az Iniesta, Xavi, Fernando Torres, Casillas-szal ugye a kapuban. Tehát azt lehet mondani szerintem, hogy az egy nagyon, hogy szokták mondani, hogy nagyon patika kis csapat volt. Németek Joachim Löw azért ma ott látszódott, hogy van egy jó rendszer, és előbb-utóbb be fog érni az a csapat. És úgy nagyjából ennyi. És a VB-nek a két meglepetése az Hollandia volt és Uruguay. Uruguay ugye bronzérmes lett a világbajnokságon. A másik ugye meg Hollandia, amely tényleg, amúgy ha belegondolunk, egy nagyon acélos, nagyon erős csapat találtak ki, és simán eljutottak a döntőig, ahol egyébként a meccs összképét tekintve, a hosszabbításban dőlt el a meccs, a meccs összességét tekintve lehet azt mondani, hogy a hollandok is megérdemelték volna a győzelmet, de hát ugye nem így alakult, ezért történelme során Spanyolország először magasba emelhette a trófeát. Más ilyen egyéb dolog nem nagyon volt. Bocsánat, csak kiszáradok. Az angol labdarúgás kapott nagyon komoly kritikákat, mert valami gyalázatos teljesítmény nyújtottak a csoportban. Mondjuk tovább jutottak, épp hogy csak. De az angol labdarúgásnak az mikor volt elég, hogy csak tovább jutunk a csoportból? Bár mondjuk hozzáteszem, hogy volt olyan Európa-bajnokság, a 2008-as Európa-bajnokságon ott se voltak. Tehát az is kellett volna nekik, hogy az is szerettek volna valószínűleg bizonyítani, de hát ez baromira nem jött össze. Baromira nem jött nekik össze ez a dolog. Aztán más ilyen dologra nem nagyon emlékszem, ami ilyen kirívó dolog volt, vagy ilyen meglepetés. Aztán lehet egyébként, hogy csak... Jó, most az, hogy tovább jutnak olyan csapatok is a csoportból, amelyikre azért nem számítunk. Szlovákia, amely történelme során először vett részt világbajnokságon, ők például tovább jutottak a saját csoportjukból. Tehát ez mindenképpen elismerésre méltó. De amúgy ezen kívül mondom, semmi más ilyen egyéb dolog nem jut eszembe. A szervezés az jó volt, semmi probléma nem volt ott. Az, hogy Dél-Afrika kapta, hát még ha jól tudom, rajtuk kívül pályázott talán Marokkó, meg Egyiptom is. Én szerintem Dél-Afrikával nagyon nem lőttek mellé, mert
ugye Afrikában mondhatjuk azt, hogy a gazdaságilag a legerősebb ország az Dél-Afrika. Amúgy a csoport, vagyis a nyitó mérkőzés is ők játszották. Ki ellen? A tökön tudja, hogy ki ellen játszottak már az első csoport meccsükön, az volt a nyitó meccs. Nem tudom, ki ellen játszottak, az a lényeg, hogy amúgy nyertek. De ez már ugye egy olyan világbajnokság volt, mondjuk a 2006-os is olyan volt, ahova már ugye a címvédő nem kvalifikálja magát automatikusan. Ugye ez a 2002-es VB volt még olyan, ahol például a franciák ugye alanyi jogon ott láttak. A 2006-oson már a brazilok nem. A Brazília az persze a csoportkörben már ki is esett. Csak ki kellen? Talán lehet, hogy a franciák kellen? Az amiben most így nem emlékszek. Az a baj, hogy most csak így hirtelen belevágtam ebbe a videóba, és nem nagyon emlékeztem, hogy nagyon sok minden így nincs meg már a fejemben, hogy ez hogy is volt, mint volt, miért úgy volt, miért amúgy volt. Mindegy, az a lényeg, hogy egy jó kis világbajnokság volt a 2006-os. Legközelebb megint gép elől kell majd csinálnom a videót, úgy néz ki, mert így teljesen kimaradnak dolgok. Én a döntőt azt Bulgáriában néztem, polgár kommentárral, mondjuk focin egyébként teljesen mindegy a kommentátor, mert ugye ott az a lényeg, amit látsz. A rádió hallgatod, mondjuk az más dolog, de hogyha csak úgy meccset nézel, akkor amúgy meg tök mindegy, hogy milyen kommentár van. Úgyhogy ezen kívül egyébként semmi más nem szerettem volna ebben a rövidke, kb. 7 percben. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, vigyázzatok magatokra, sziasztok!